Ausztráliától is körülbelül 1500 kilométerre fekszik Új-Zéland, mely két nagyobb és számos kisebb szigetből álló monarchia a csendes óceán délnyugati részén. Területe Magyarország területének majdnem háromszorosa. Mivel igen távol esik minden földrésztől, Új-Zéland a legutolsó nagyobb emberi letelepedésre alkalmas terület, amit az ember általában a maurik révén, majd pedig az európai ember meghódított. Új-Zélandon az 1-2000 évvel ezelőtti természetes állapotokat igyekeznek megteremteni és fenntartani, vagyis hagyni, hogy a természet megteremtse magának ezeket. A jól átgondolt zöld image része a tiszta levegő, tiszta vizek, tiszta környezet. Ezért komoly ellenőrzésen ment keresztül 2017-ben egy fiatal bonyhávi pár, aki ellátogatott Új-Zélandra és számos fotót készített, amelyekből tálatot nyitottak Bonyhádon. A Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek előadásával vette kezdetét az Új-Zéland a világ végén című fotókiállítás megnyitó. Sok mindent tanultam, és még kell tanulnom, hogy még vonzóbbá, érdekesebbé tegyem a képeimet. Szeretem, amit csinálok, szeretem az építőkritikát, és remélem, hogy sokaknak szerzek örömet a fotóimmal. 2017. februárjában párjával utazott el a bonyhádi születésű Felkovács Mónika Új-Zélandra, ahová fényképezőgépeket is elvitték. Itt számos fényképet készített, ebből nyitott tárlatot a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központba a már 16 éve fotózó hölgy. Párom már régóta szeretett volna Új-Zélandra elmenni, végülis az ő álma volt, és ő magával ragadott, úgyhogy ő általa jutottunk el oda Új-Zélandra. Többek között a természetről, tájakról, az ottani állatokról, sziklákról, ezek láthatók a képeken. Ez egy szigetcsoport, és természetétől, vagy az elhelyezkedéséből adódóan különlegességek veszik körül, tehát örök felhők, szeles, más időjárás, és védett a természet, mert mivel elszigetelt mindentől, nem is kerülnek oda be veszélyes dolgok. Új-Zélandon a hagyományos maori és a modern, kozmopolita városi kultúra, a hangulatos falvak és a hatalmas érintetlen területek keverednek. Az északi sziget teljesen úgy néz ki, mint hobbit falva, tehát ténylegesen középföldéről beszélünk. Dimbes, dombos, szinte nincs is egyenes út, egyenes útszakasz, úgyhogy gyönyörű, nagyon szép. Egyedi, én úgy gondolom, a világom. Van egy olyan fotóm, amit én sem láttam még soha, sem tévében, sem a világon. Ezek a hullámok a tengeren csapnak össze. A csendes óceán és a Tasmán tenger kint a tengeren összecsap. Tehát az északi, mondhatni az észak-keleti, és a nyugati hullámok összecsapnak bent a tengerben, amit én nem tapasztaltam soha sehol, és nem is láttam tévében, csak a partokon, és a számomra ez különleges. 51 fotó található a kiállításon. Milyen kompozícióban? Ez érdekes, mert csoportképek is vannak, vannak állatos képek, a szín adottságai, a természet adottságaival is csoportosítottam, és számomra elég különleges a Hobbit falva csoportkép is, úgyhogy ezek szerint készült. Új-Zéland páratlan szépség, mindenmi természeti kincs az itt megtalálható. Sűrű erdők, hegyek, gleccserek, termálrégiók és fjordok. Mindenkinek ajánlom, annak ellenére, hogy a föld másik túloldalán van, hogy tegye fel a bakancs listájára. A tárlat november végéig tekinthető meg a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központba.